Folyamatosan és jelentősen csökken balaton a születések száma. Emiatt a szakorvosi rendelőintézet vezetése kezdeményezte az önkormányzatnál a védőnői körzetek átalakítását. Ennek persze pénzügyi okai is vannak. Az átalakítás után sem maradt senki sem ellátatlanul, mondta a rendelőintézet igazgatója. A népmozgalmi adatok kedvezőtlenül alakulnak Balatonfüreden. Biztosan mindenki tudja, hogy itt nálunk a teres tanácsadáson jelentkezik először az anya, utána a védőnői körzetekhez kerül át, és ez a gondoskodás elviszi a születésig, illetve a szülésig az anyát, születésig a gyermeket, és ezt követően is ugye a hálózat gondoskodása alatt áll. Tehát ebből adódóan mi találkozunk először a születésekkel, annak a számával, annak a prognózisával, és mi ezt észleltük már a tavalyi év közepén, hogy itt jelentős születésszám csökkenés történt Balatonfüreden. Néhány adatot számszerűsítek, csak hogy két évvel még ez 114 volt, most ez 76, tehát jelentős a zuhanás, és ebből adódóan azok a feladatok, amelyek körzetenként vannak meghatározva, azok a feladatok ö, így eltolódtak, ö, és át kellett alakítani, tehát magyarul egy kézi vezérlést kellett alkalmazni ahhoz, hogy ezeket a feladatokat arányosan szét tudjuk osztani. Nem ö, ö, titkolom azt is, hogy ennek vannak anyagi vetülete is, tekintetve, hogy a társadalom biztosítás finanszírozza ezt a feladatot, és egy bizonyos szám alá csökkenve ezt a finanszírozást megszünteti, tehát egyszerűen nullára teszi le. Ebből adódóan nekünk át kellett csoportosítani a védőnői körzeteket, az iskola védőnői körzeteket, ahhoz, hogy egy arányosság megmaradjon, és mindegyik még finanszírozható maradjon. A tavaly júliusban elindult urológia nagy népszerűségnek örvendett, azonban hamar véget is ért a szűrés. Most újra lehet majd jelentkezni a férfiak számára fontos vizsgálatokra. Sajnálatos módon ebben az országban mindenhol hatalmas az orvosiány, ez Veszprém megyére is jellemző, és nálunk volt Seres Zoltán főorvos aki nagy ambícióval nagyon nagy forgalmat bonyolított le, de sajnálatos módon, hogy a megyei osztályon, tehát az urológiai osztályon annyira lecsökkent a létszám, hogy a főorvos úr már nem engedélyezte az itteni területi munkáját. Ebből adódóan nálunk ez a rendelés megszűnt. Hatalmas az igény rá, és igazából a morbiditási és a mortalitási adatok alapján én úgy gondolom, hogy elengedhetetlen. Most sikerült szerezni olyan ö, kolléganőt, dr. Szikszai Adélnak hívják, egy fiatal kolléganő, aki nagy, hatalmas ambícióval áll neki a munkának. Ö, megkötöttük a szerződést, és január 3-án volt az első rendelése, óriási forgalommal. Szeretném itt megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a rendelés továbbra is nyílt, tehát nem kell beutaló hozzá, azonban időpont egyeztetés van. Tekintve, hogy nekünk ugye be kell programoznunk azt, hogy kit mennyi idő tudunk ellátni. Ebből adódóan kérjük a, a Balatonfüred és a területi betegeinket, hogy kérjenek időpontot. El kell mondanom, hogy jelentősen javítottuk egyébként a rendelés adottságait is, tekintve, hogy egy új műszer, úgynevezett Uroflow beszerzésére került sor, 1,2 millió forintért egyébként, amelyel a, a férfiaknál különösképpen a vizelésnek a tempóját, volumenét, és hát előre tudjuk vetíteni azokat a problémákat, amelyek később jelentkeznének, de ezt már mi most ki tudjuk szűrni. Ez társadalombiztosítási finanszírozással van, tehát ingyenes, és a pénteki napokon történik. A rendelőintézet az új évben is tervezi olyan szakorvosi rendelések bevezetését, amelyekre igény van Balatonfüreden. Így kezdeményezték egy foniátriai szakrendelés elindítását és a korábbi ortopédia kibővítését. Most két területre vonatkozóan is próbáljuk kiterjeszteni ezt az ortopédiai szakrendelést. Az egyik, ez egy kimondott szakrendelés, magárendelés formájában, a másik pedig egy szintén ortopéd szakrendelés, ami már kiegészítő eszközök rendelésére vonatkozik. Tehát egy nagy spektrumú ellátási formát szeretnénk bevezetni, hogy ne kelljen a Balatonfüredieknek ortopéd szakrendelésért máshova menni. A másik rendelésünk, amit tervezünk, illetve szeretnénk, ez közvetlen december végén került látóterünkbe, egy egy foniátriai rendelés. A foniátria az a gégészetnek egy további ága, amikor a beszéddel, a hangképzéssel kapcsolatos problémáknak az orvosi rendezéséről van szó. Ilyen rendelés az egész megyében nincsen. Természetesen nekünk az óraszámunk megint nincsen. Megpróbálunk óraszám átcsoportosítást kezdeményezni, aminek az átfutása közel egy év. Azonban, amikor ezt a megyei szinten meghallották, hogy miért tervezünk, azonnal rácsaptak, tekintve, hogy Veszprémben az egész megyében nincsen, számuk van, ö, ellátó személyzet nincsen, mert nem is tudtak szerezni. Jelenleg most egyeztetünk, hogy ö, én szándékaim szerint ide telepíteném a megyei szakrendelést, és a megyei összes betege jöjjön hozzánk. Ö, aztán, hogy ezt hogy fogjuk tudni elérni, ezt most egyelőre nem tudom megmondani, ez közvetlen december végén volt ez a megbeszélés. Ö, nagyfokú ambíció van hozzá, hogy ez nálunk történjen, de nagyfokú ellenállást látok a megyei szinten arra, hogy ide kerüljön egy megyei szakrendelés, amelyet ö, nem tudnak ö, évek óta betölteni, mi ezt most megoldanánk. Az új év első napjaiban bár sokan voltak a rendelőintézetben, de ez nem jelenti azt, hogy már is influenza járvány lenne. Dr Ács Károly szerint inkább január végén, február elején várható a vírus megjelenése.